elérteszünk a lényegéig. Valami keretet adjak ennek a néhány gondolatnak. Ugye régen úgy csináltunk egy kampányt, hogy egy sötétben, az erdőben lelőttünk egy sörétes puskával, és reggel világosan összeszedtük a vadakat. Nem tudtuk, hogy hol vannak a választóink. Csináltunk egy nagy kampányt, és aztán utána elment, aki elment. A pécsi választásoknál mind a 36.500 embert személyesen ismertük. Tehát aki ott volt, azt mindegyiket személyesen ismertük. Mindegyikről tudtuk, hogy hívják, hogy hány esztendős, hogy milyen erős támogatónk, mi a telefonszáma, mi a mobilszáma, mi az e-mail címe. És azt szerintem nem is lehet másként csinálni. Tehát ha a pécsi kampányban tele ennyi anyagunk van kint az utcán, de csak ezt a munkát elvégezzük, akkor is megnyertük volna a választást. Én a legnyugodtabban ültünk ott a Bánki Erika, azt mondta, a Gábor 38.000 szavazatunk lett, 36.500 lett. Tehát 1500 most az nem tudom százalékos arányban, nagyon kicsi az eltérés. De pontosan meg tudtuk mondani, hogy hányan mentek el szavazni. A 38.000 emberből 22.000 emberhez tudtunk telefonszámolni. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk automata hívásokkal a 22.000 embert el tudod érni 2 órán belül. Bármi történik a kampányban. Ha Páva Zsoltról azt mondják egyébként, hogy egy gyerekgyilkos volt a kampány utolsó napján szórólapot, akkor te a szavazóbázisodnak a 2/3-át el tudod érni, és azt mondod, a Páva Zsolt a legtisztességesebb ember, és hazugságokat állítanak róla. Nagyon gyors kommunikációt tesz lehetővé. Ráadásul ismertünk 15.000 olyan embert a városban, ennyi szavazatot kaptak a többiek, akik Páva Zsoltot elutasították. Tehát azt állítom, hogy név szerint ismertünk minden olyan embert, aki elment szavazni, és nem Páva Zsoltra szavazott. Tehát név szerint ismertünk minden olyan embert. Tehát meg tudom mondani most a városban, hogy kik azok a komcsik, akik egyébként elmennek szavazni, és nem a Pávát, vagy nem a Fidesz támogatják. Infrastruktúrában nagyon-nagyon sokat fejlesztünk. Ugye átértünk egy ilyen... Végre olyan közegben most meséltem el a küzdelmeimet, aki megérti. Átértünk egy online adatbázis kezelési módra. Hogy amikor én ezt az elnökség elé terjesztettem, ahol Orbán Viktor nem igazán ért a számítástechnikához, most már sokat léptünk előre, mert például SMS-t tud fogadni, küldeni. És tudja, mi a fax és az e-mail közti különbség. Kis túlzásra. De nem is ez a dolga, de mindegy. Igen. Nincs, azért mondom, hogy ehhez kevésbé ért. Amikor átértünk erre, akkor elvittem az elnökség elé, hogy nekünk itt van egy online adatbázis kezelési módunk, és ez sokkal biztonságosabb, mint egyébként az offline. És azt mondták, hogy jó, de hát a Pentagonnak a rendszerét is föltörték már, és hagyja a kommunisták ráadásul ránk van a kávát, hagyjuk meg. És hiába mondtam, hogy egyébként komputer, ugye adatbázisok voltak táblázatokban, e-mailen küldjük ugyanazt, komputereken hagyjuk és elhagyjuk a laptopokat, lemezeken őrizzük és elhagyjuk a lemezt, pendrive-okra rakjuk meg ezer felé, és gyakorlatilag ugyanúgy szétfordult és ugyanolyan veszélyes, akkor megértették és csináltam egy nagyon biztonságos adatbázis kezelő rendszer. Hogy a rendszer maga úgy működik, hogy én látom, hogy ki mikor lépett be, mennyi óta van, mennyit módosított rajta, hány telefonszáma van, hány e-mail címe van. Ha belépett, dolgozott-e benne, vagy csak egyébként bekapcsolta a rendszert. Tehát tudom kontrollálni ezt a dolgot, és ezt a fajta adatbázis kezelési aktivitást tudom mérni. Ilyen szempontból viszonylag bizakodó vagyok.